Tavaly november 1-én a Nyíregyházi önkormányzat rendelete alapján becsukta a kapuit a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, és az első negyed évben zárva is maradt. Ennek ellenére nem hagyta cserben olvasóit, mondta el az idén további 5 évre kinevezett könyvtárigazgató. Az első negyed évben is még zárva voltunk, azért a olvasók nem szenvedtek könyvhiányban, hiszen a könyvkölcsönző automatánkkal, illetve egyéb a pandémia alatt is megszokott módon kiszolgáltuk az olvasókat, ezért nem is veszítettük el őket, ők pedig kitartottak mellettünk, és a nyitást követően azóta is folyamatosan kölcsönöznek. Tomaszowski Anita hozzátette, 2023-ban eredményes évet zárnak, hiszen több mint 15 ezer beiratkozott olvasója van jelenleg a könyvtárnak, akik idén összesen közel 300 ezer dokumentumot kölcsönöztek, többek között könyveket, folyóiratokat és DVD-ket. 2023-ban több mint 200 ezer fő látogatta meg a Móricz Zsigmond könyvtárat és vette igénybe valamelyik szolgáltatást. Rendezvényeket is nagyon sokat szerveztünk. Ahogy a pandémia megkövetelte és átálltunk a digitális térbe, ezt tovább folytattuk, így a YouTube csatornánkon 60 videót közvetítettünk, rendezvényt streameltünk, több mint 265 ezeren tekintették meg ezeket a videókat, de személyesen is részt vettek a különböző programjainkon, könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, több mint 20 ezer résztvevője volt programjainknak. Az igazgató hangsúlyozta, számára a könyvtár nem csak könyvektára. A gyermekkönyvtárosok több mint 50 programmal színesítették a legfiatalabb korosztály mindennapjait. Az intézmény életében a két legnagyobb szabású rendezvény az ünnepi könyvhét és az országos könyvtári napok idén is nagy látogatói számokat hozott. Az idei könyvhetet Bereményi Géza nyitotta meg, a könyvtári napok ideje alatt pedig valamennyi korosztálynak igyekeztek kedvezni a programkínálattal. Az impozáns látogatói számok mellett a könyvtár más szolgáltatásai miatt is jelentős intézménynek számít országos viszonylatban. Nagyon büszkék vagyunk a képregénytárunkra, mert az országosan is egyedülálló. Hívtak előadást tartani, cikket szakmai labba a témával kapcsolatban, illetve a stúdiónkra is nagyon büszkék vagyunk. Az is országosan egyedülállónak mondható, hogy Greenbox technikával felszerelt stúdiónk van, ahonnan rengeteg programot tudtunk sugározni a pandémia alatt is. A YouTube csatornánk az nagyon kiemelkedő, több mint 1800 feliratkozónk van már, összesen 275 videót tartalmaz az oldalunk, és a megtekintése az folyamatosan nő. Az olvasók mellett a közösségi szolgálatot teljesítő diákok körében is népszerű a könyvtár. 2023-ban közel 500 diák választotta a Móricz Zsigmond könyvtárat.